Kilencedik fejezet. Az éjszakák éjszakája. Itt van Bonaparti, itt van Bonaparti! Kiabálta a kis Laura Thornton, aki a Wilberforce házas pár szomszédságában lakott. Laura felmászott reggeli előtt az istálló padlására, hogy megnézze az újszülött kiskutyákat, amikor észrevette, hogy egy pár csizma lóg ki a szalmából. Apa, apa! Sikította, miközben a biztonságot jelentő ház felé futott. Meg fog ölni! Meg fog ölni! Nem, Laura, nem hinném, hogy a franciák császárát láttad volna az istállónk padlásán, nyugtatta a kislányt az apja, Harry Thornton. De igen, ő az! Kiabálta Laura halára rémülve. Láttam a csizmáját, kilóg a szalma alól! Jól van, akkor menjünk és nézzük meg, beszélhetünk-e a császárral, mondta Harry, és elindult az istálló felé. Végül kiderült Battersea Rise lakóinak nagy szerencsére, hogy a császár valójában csak az egyik lovász volt, aki a padláson húzta a lóbőrt. Laurával elhitették a társai, hogy ha Napóleon serege megszállja Angliát, minden gyermeket megölnek álmában. Szegény Laurát kissé elragadta a képzelete. Ám bár valóban fenyegetett a francia megszállás. A britek már hónapok óta készültek a francia támadásra, és szerte az országban martelló tornyokat emeltek, ahonnan az őrök szemmel tarthatták a tengerpartot. E tornyok némelyike még ma is áll. Szerinted megkísérli az átkelést, William? Kérdezte Harry Thornton Wilberforce-t, amikor elmesélte neki lánya ijedelmét. Úgy hallottam, hogy begyűjtött egy csapat angolul beszélő tolmácsot, akik a megszálló sereget kísérnék. Azt is beszélik, hogy érméket készítetett Anglia megszállása felirattal. Ezek szerint nagyon biztos a dolgában. Úgy tűnik, már egy flottányi laposfenekű hajót is felállított, hogy azokkal vitesse át csapatait a Lamáns csatornán, és bonyolult manőverekbe kezdett, hogy szétzilálja a brit hadihajókat, és őrizetlenül maradjon a csatorna. Mit gondolsz, William, győzni fog? Kérdezte Harry, akinek most már ugyancsak szívébe markolt a félelem. Nem számol a nagyszerű admirálissal, Lord Nelsonnal, válaszolta Wilberforce magabiztosan. Wilberforce nem tévedett. Nelson admirális érdeme volt, hogy Napóleon végül mégsem szállta meg Angliát. Az angol flotta a tengerbe benyúló alacsony földnyelvről harcolt a francia-spanyol hajóhad ellen Trafalgárnál a gibraltári szoros bejárata közelében. 27 brit hajó sorakozott fel 2138 ágyúval, a francia-spanyol flotta 33 hajója és 2640 ágyúja ellenében. A francia hajók lazasorban álltak, és Nelson úgy döntött, hogy két részre bontja flottáját, és két különböző ponton vezényli át őket a francia vonalon. A döntő ütközet 1805. október 21-én pontban déli 12-kor kezdődött, amikor Nelson jelt adott a támadásra. Anglia elvárja, hogy mindenki megtegye a kötelességét, mondta az azóta híressé vált jelmondatot. Délután 13:30-kor egy orvlövész golyója halálosan megsebesítette Nelson admirálist. 3 órára befejeződött a csata. Nelson, miután meggyőződött arról, hogy az ellenség csúfos vereséget szenvedett, néhány órával később meghalt. A spanyol-francia sereg 15 hajója elsüllyedt, 18 pedig elmenekült, ebből 2 zátonyra futott, míg 4 másikat később sikerült elfoglalni. A britek egyetlen hajót sem vesztettek, de meghalt 449 angol tengerész, 1242 pedig megsebesült. Az ellenséges flottából 14 000 tengerész veszett oda a csatában. 1805. novemberének egyik estéjén újongó hírvivők nyargaltak végig Portsmouth kikötőváros főútján, és világgá kürtölték a nagyszerű győzelem hírét. Dicsőséges pillanatok voltak ezek Angliában. Nézd, Barbara, mondta szomorúan William a feleségének, amikor a Staffordshire-i Yoxall utcáján figyelték az elhaladó postakocsikat. Mit látsz, William? Kérdezte Barbara. Minden postakocsira örökzöldet tűztek a trafalgári győzelem örömére, és fekete gyászszalagot Lord Nelson admirális emlékére. Borzasztó, hogy Nelson admirálisnak meg kellett halnia egy ilyen dicsőséges győzelem után, mondta Wilberforce, de többé legalább nem Napóleon a tengerek ura. Kénytelen lesz ezentúl a szárazföldi harcokra összpontosítani. Nelson admirálist a Szent Pál katedrálisban temették el. A londoni Trafalgar téren pedig hatalmas oszlopot és szobrot állítottak az emlékére. Victory nevű parancsnoki hajója ma is látható a Portsmouth-i kikötőben. De a napóleoni háború nem csupán Lord Nelson életét követelte.
Wilberforce meg volt győződve arról, hogy legjobb barátja, William Pitt is ennek lett az áldozata. Pitt súlyos betegen feküdt otthonában, amikor egy fagyos decemberi estén sietve érkezett a brit külügyminiszter, hogy sürgős jelentéseket adjon át neki. Mi történt, hogy egészen Bátig utazott, csak hogy találkozzon velem, kedves Lord Castlereagh? Kérdezte Pitt. Napóleon döntő győzelmet aratott az ausztriai Austerlitznél, miniszterelnök úr, válaszolta a külügyminiszter. Először elfoglalta Bécset, majd Austerlitznél megtámadta a velünk szövetséges orosz és osztrák csapatokat, és súlyos emberveszteséget okozott. Az osztrákok megállapodást írtak alá Napóleonnal, az orosz sereg pedig visszavonult saját országának határai mögé. Hozzon nekem egy brandit, meg egy Európa térképet, és hagyjon magamra, kérte Pitt. Miután a miniszterelnök átolvasta a jelentéseket és tanulmányozta a térképet, arra a megállapításra jutott, hogy immár tagadhatatlanul Napóleon a kontinens ura. Pitt mélységesen elcsüggett, és magához hívatta egyik szolgáját. Tekerje össze a térképet, mondta neki. Legalább 10 évig nem lesz szükség rá. A kedvezőtlen események olyan súllyal nehezedtek William Pittre, amit már képtelen volt elviselni. Egy hónap sem telt el az ausztrálici vereség híre után, amikor 1806. január 21-én, 46 éves korában meghalt. Halálos ágyán ezeket a szavakat suttogta. Ó, hogy hagyom itt az én kedves hazámat! Wilberforce mélyen megrendítette barátja elvesztése, akihez 30 éves szoros barátság fűzte. Pitt családja kérésére ő tartotta a néhai miniszterelnök címeres zászlaját a Westminster apátságban szervezett temetési szertartáson. Később, mikor a képviselőházban bírálat érte Pittet háborús politikája miatt, Wilberforce felállt és megvédte barátja emlékét. Egy embert nem csupán sikerei és kudarcai alapján kell megítélni. A háborúban ráadásul számos váratlan dolog történhet. Én mindig nagyra becsültem és értékeltem őt, kiváló adottságaiért, nemes jellemért és hazaszeretetéért. Senki sem szerette nála jobban és őszintébben a hazáját. Ó, William, mondta Lord Grenville Pitt unokatestvére, aki Pitt halálával Anglia új miniszterelnöke lett. Emlékszel, amikor ott ültünk hármasban a tölgyfa alatt Pitt Kenti házának udvarán, és elhatároztuk, hogy harcolni fogunk a rabszolgakereskedelem ellen? Hogy ne emlékeznék, felelte William. És ez szörnyű háborús időkben nem feledkeztem meg a rabszolgák ügyéről. Wilberforce-nak új lendületet adott a felismerés, hogy képviselőtársai elszánták magukat a rabszolgakereskedelem eltörlésére. Egészen felvillanyozta, amikor James Fox miniszter újra és újra beadott egy az övéhez hasonló törvényjavaslatot, abban a reményben, hogy végre sikerül elfogadtatni a parlamenttel. A végső döntésre 1807. február 23-án került sor. Amikor Wilberforce azon az estén belépett a képviselőházba, a teremben szokatlanul sok képviselőt talált. Nagy meglepetésére egyik felszólaló a másik után méltatta őt, és mindannyian támogatták a törvényjavaslatot. Nyilvánvaló volt a képviselők lelkesedése Wilberforce ügye iránt, főként, amikor Romilly, a legfőbb államügyész helyettes, szenvedélyes beszédben hasonlította össze Wilberforce életét Napóleonéval. Napóleon, mondta, nagy vérontást idézett elő, míg Wilberforce áldást hozott az emberek életébe. Amikor Romilly befejezte szónoklatát, a parlamenti képviselők helyükről felállva éjjel-éjjel kiáltásokkal ünnepelték Wilberforce-t, aki lehajtott fejjel ült a székén, s patakokban folyt végig arcán a könny. Ez az este volt politikai pályafutásának csúcspontja. A képviselők még aznap megszavazták a törvényjavaslatot, mely kimondta, hogy a parlament 1807. május 1-jei hatállyal végleg eltörli és illegálisnak minősíti a rabszolgák felvásárlását Afrikában, csak úgy, mint a nyugat-indiai szigetekre vagy bármely más országba történő szállításukat. Ez azt jelentette, hogy attól a naptól fogva minden brit állampolgárra nézve tilos és büntetendő tettnek számított a rabszolgakereskedelemben való részvétel. A javaslatot 283 igen szavazattal fogadták el, 16 nem ellenében. Wilberforce az ülés után rögtön a Palisade 4 szám alatti londoni házába indult, ahol csapatostól keresték fel barátai, hogy gratuláljanak neki. Mert igen jó emberű, és így véljük mindannyian, énekelték.
Az Úr az, aki mindezt véghez vitte, mondta nekik Wilberforce, s ami történt, válasz az imáinkra. Nélküle semmit sem tehettünk volna. Ki volt az a 16 szánalmas képviselő, aki a törvényjavaslat ellen szavazott? Kérdezte egy William Smith nevű politikus. Ugyan hagyjuk most azt a szánalmas 16-ot, nevetett Wilberforce, és gondoljunk inkább a kiváló 283-ra. 1807. március 25-én a király is jóváhagyta a rabszolgakereskedelem eltörléséről szóló törvényjavaslatot, mely ezáltal jogerőre emelkedett. Ám William Wilberforce a sorozatos gratulációk és az eufórikus hangulat közepette sem felejtette el, hogy még csupán részben teljesítette a rábízott hatalmas feladatot. Ettől kezdve a rabszolgaság teljes eltörléséért küzdött, hiszen a brit felségterületeken továbbra is folytatódott a rabszolgatartás gyakorlata. Rabszolgákat adni és venni immár törvényellenesnek számított, ám az országhatárokon kívül eső angol gyarmatokon az ültetvényesek továbbra is megtartották korábban vásárolt rabszolgáikat. Vajon Wilberforce és barátai képesek lesznek-e felszabadítani őket? Bizony közelebb volt Mrs. Hanson szabadulásának órája, mint hitte volna.